Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, olvasom Istennek írott igéjét, amint az szól most hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának a 24. részéből, a 24. résznek a 13 a 35. versig terjedő szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Így szól hozzánk, ami Urunk Istenünk írott igéje az Emmausi tanítványok történetéből. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk: Óti Balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózes-től, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteredik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült -e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a verük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Ámen. A minden kegyelem, Ura és Istene, tegy ező te ezű igéjét, annak olvasását, meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jertek, imádkozzunk! Könyörülő Istenünk, a Te dicsőséged szépsége Jézus Krisztusban ragyog felénk, de mi mégis elfordulunk. A saját terveink elvonnak tőled. Megvajuk előtted a bűneinket. Beszélünk, amikor hallgatnunk kellene, cselekszünk, amikor várnunk kellene. Bocsásd meg sokszor céltalan lelkesedésünket. Adj nekünk bölcsességet, hogy a te fényedben éljünk, és azon az úton járjunk, melyen fiad is járt. Istenünk, minden világosságnak forrása, ki igéd által megvilágosítod lelkünket. Tölts ki ránk a bölcsességnek és az értelemnek lelkét, hogy mikor a Szentírás által tanítasz minket, szívünk és elménk megnyíljon. Megtanuljuk az élet és a szentség dolgait. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az igehíretés meghallgatására készüljünk egy énekkel, énekeljük a 363-as számú dicséretünknek az első versét. Ez a régebbi énekeskönyv 252-es számú dicsérete. A 363-as számú énekünk első verse így kezdődik, mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. Istennek az a szent igény, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy most az ő szent lelke által hozzátok is szólni kíván, megírva található Pálapostónak a Róma beliekhez írott leveléből a 14. résznek az első versében. A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírágassátok. Ámen. Az elmúlt években, sőt, mondhatom nyugodtan azt, amióta itt szolgálok ebben a gyülekezetben, szinte mindig téma volt az a kérdés, hogy hol vannak a fiatalok, miért nincsenek itt a gyülekezetben, illetve hát, hogy örülünk azoknak, akik itt vannak, de hát ők nagyon kevesen vannak. Ha körülnézünk és megnézzük a gyülekezetünk, vasárnapi gyülekezetünknek az összetételét, az átlag életkorát, akkor bizony az igen magas. Beszélgettünk erről sokat presbiterekkel, beszélgettünk erről sokat gyülekezeti tagokkal, különféle bibliaórákon, gyülekezeti alkalmakon, összejöveteleken. És ezekben a beszélgetésekben mindig megfogalmazódott egyfajta magyarázat, egyfajta okkeresés is, hogy miért nincsenek itt a fiatalok. És akkor itt sok minden elhangzott, elhangzott az, hogy hát, hogy ezek a kamaszok, és hát lázadnak, és azért nem jönnek a templomba, vagy mert, hogy számuk runalmas az Isten tisztelet, hát nem tudják elfogadni, hogy ilyen egy református Isten tisztelet, vagy elvárásokat fogalmaztunk meg. Hát tessék igazodni mindahhoz, amit itt találnak, ahogyan zajlik egy református istentisztet, ne akarjanak mást a fiatalok, ne akarjanak másfajta énekeket, másfajta hangszeres kísérletet, tessék elfogadni, ahogy azt mi csináljuk. Jó ez így. A gyülekezetünknek van egy férfi köre is, néhány éve működik, és gyűlnek össze a férfiak havonta. Ott egy másik kérdés szokott megfogalmazódni, hol vannak a férfiak a gyülekezetből. Minden egyes vasárnap a házigazda presbiterek megszámolják, hogy nagyjából hányan vagyunk, és azt is szoktuk azért figyelni, kérni, hogy számogassak, hogy hány férfi és hány nő van itt. És az elmúlt hónapoknak, az elmúlt kb. egy évnek az a tapasztalata, hogy a jelenlévőknek durván negyede, egyharmada a férfi. Miért nincsenek többen férfiak vasárnaponként a templomban? Miért lehet kiállítva elmondani ezt, hogy így statisztikailag sokkal több a hölgy, és sokkal több az idős vasárnaponként. Hol vannak a férfiak, és hol vannak a fiatalok? Engem nagyon-nagyon érdekel ez, hogy mi ennek az oka, mi van ennek a hátterében. És elkezdtem ennek utána olvasni, utána menni. Egy sajnos olyan kutatást nem találtam, amit kifejezetten Magyarországon a történelmi egyházak végeztettek volna. Vagy éppen lehet, hogy van ilyen csak az én figyelmemet került el eddig. Amit én találtam, azok csak olyan felmérések, amik külföldön végeztek Nyugat-Európában, illetve legfőképp Amerikában. Amerikában nagyon nagy kutatásokat végeztek, hogy erre a kérdésre keressék a választ, hogy hol vannak a fiatalok, hol vannak a férfiak, vagy éppen a kívülállók miért nem jönnek a gyülekezetbe, vagy emberek miért hagynak el gyülekezeteket, miért nem mennek többet oda Isten tiszteletre, miért nem tagjai annak a közösségnek. Rengeteg okot mondtak a megkérdezettek, csak a legfőbbeket hadd emeljem ki ezek közül. Van, aki azt mondta, hogy elege van a gyülekezetből úgy, ahogy van. Köszönjük szépen neki, többet nem kell az a közösség. Van, aki azt mondta, hogy hiteltelennek tartja a közösséget, hogy képmutatók azok, akik odajárnak, és csak beszélnek arról, hogy Jézus Krisztus követik, de az életükön ez nem látszik. Ezért nem megy oda többet. Van, aki azt mondta, hogy azért nem megy oda többet, mert nem érzi otthon magát a gyülekezetben. Nem érzi azt, hogy őt igazán befogadták volna, őt azt szeretnék, hogy ő elfogadnák. Ezek a legfőbb érvek. De volt egy számomra nagyon megdöbbentő érv, a megkérdezetteknek a 73%-a mondhatni, a háromnegyede mondta azt, hogy azért nem jár a gyülekezetbe, nem jár templomba, mert még senki sem hívta. Azért nem jár gyülekezetbe, mert még senki sem hívta. Megdöbbentő volt ezt olvasni. Aztán azt is elkezdték vizsgálni, hogy miért járnak az emberek templom, hogy miért vannak olyan emberek, akiknek meg fontos, hogy ott vannak, és ott otthonra találnak. És fiatalok is, meg férfiak is sokan. És hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol nem csak az idősebb korosztály képviselteti magát, hanem rengetegen a fiatalabbak, a 10-20 éves korosztály, sőt a 30 éves korosztály is ott van, nagyon nagy tömegekben. Itt pedig a következő válaszokat mondták. A gyülekezet segít abban, hogy kapcsolatban legyek Istennel. A gyülekezet segít abban, hogy a mindennapi életemet valóban Krisztus követőként tudjam megélni. A gyülekezetben otthonra találtam, közösségre találtam, ahol jól érzem magamat, ahol engem számon tartanak, én fontos vagyok. Természetesen ez a felmérés az USA-ban készült, Amerikában készült. Nem lehet ezt Magyarországra alkalmazni, a magyar viszonyokra. Nagyon más, hogy éljük mi az életünket. Más, hogy éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Mégis ezek a kutatások, ezek a felmérések azért elgondolkodtatnak bennünket. Felhívják arra a figyelmünket, hogy azért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Érdemes feltenni magunknak a kérdést, érdemes magadnak feltenni azt a kérdést, hogy Valóban mi olyan gyülekezetek vagyunk, gyülekezet vagyunk, ahol rengeteg fiatal itt van, és otthonra talál, és jól érzi magát, rengeteg férfi, sőt a mai magyar ember, a kereső ember, az Istent kereső ember, az megtalálja itt az Istennel való kapcsolatát? Én azt gondolom, hogy akkor tudnánk erre a kérdésre nyugodt szívvel igent mondani, hogyha rengeteg kereső kívülálló, rengeteg fiatal, rengeteg nem református lenne itt ebben a templomban, ezen az Isten tiszteleten. De hát, ha körülnézünk, azt látjuk, hogy ez nem így van. Egyetlen történetet hadd mondjak el nektek, ami egy kicsit megmutatja, hogy hol is lehet igazán a hiba. Nem biztos, hogy kívül van a hiba, lehet, hogy itt belül van a hiba, a gond, ami miatt nincsenek itt azok, akiknek örülnénk, hogyha itt lennének. Most volt körülbelül másfél hónappal ezelőtt az adventi evangelizáció a gyülekezeti házunk nagytermében, és egyik este érkezett egy olyan valaki, aki érdeklődő, és tényleg nagyon kívülről jön. Késve érkezett, már elkezdődött az ige hirdetés, és a hátsó sorban a szélen volt egyetlen szabad hely, oda leült. Azért tudom mindezt, mert én meg ott álltam hátul az ajtóban, és láttam, hogy mi történik. Leült a székre, és a mellette széken ült egy testvérünk, aki rendszeresen itt van a templomban, ránézett, és aztán fogta a széket, és arrébb húzta. És ebben a mozdulatban nem az volt benne, hogy kicsit arrébb megyek, hogy jobban elférjél, mert szűkösen vagyunk itt, hanem ebben a mozdulatban benne volt, hogy ez egy idegen élet, hogy kicsit távolabb megyek. Ez a szomorú valóság. Ilyenek vagyunk. Inkább elhúzódunk egymástól, inkább nem vállalunk közösséget inkább kritikáink vannak, előítéleteink vannak, ezeket tudjuk jól megfogalmazni, de nincs bennünk az, hogy lehet, hogy ott kéne ülni valaki mellett, akit nem is ismerek, és csak éppen most jött be az utcáról. Csak érdekli, hogy éppen miről beszél az ige hirdető. Isten ezzel szemben azt szeretné, hogy mi nyitottak és befogadóak lennénk. Hogyha ebben meg tudnánk változni. Nem véletlen, hogy a hirdetőlapon vasárnapról vasárnapra rajta van ez az úgynevezett látás, illetve célmondatunk, aminek a végén ezt olvashatjuk, hogy a városban élők számára elérhető gyülekezet kellene, hogy legyünk, hogy Isten azt szeretné, azt akarja elérni, hogy mi elérhetőek legyünk, ezt lefordítva, nyitottak és befogadóak legyünk a mai ember számára, vagy egy kicsit konkrétizálva a pápai emberek számára. Isten azt akarja kiformálni, hogy te változzál meg annyira, hogy te legyél nyitott és befogadó, és te tudjad a kívülről jövőt, meg a fiatalt, meg az érdeklődött, meg a hitben gyengét befogadni. A római levélnek az idézet egyetlen mondata, ez a kis verse, az pontosan erről beszél. A hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. A hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit bírálgassátok. Egyetlen mondatba sűrített bele Pálaposta egy nagyon-nagyon fontos gondolatmenetet. Beszél arról, hogy kit kell befogadni, hogyan kell befogadni, és miért kell befogadni. Kikről beszél Pálapostól, kit kell befogadni? Ezt mondja, hogy hitben erőtlent, hitben gyengét, a keresőt, az érdeklődőt. És ezzel pálapostól azt mondja, hogy ne szűrd meg, hogy kit fogadsz be. Azt nem te döntöd el, hogy ki akar jönni a gyülekezetbe, vagy ki nem. Hogy ne csak afelé nyissál, aki ugyanúgy református, mint te magad. Hogy ne csak afelé nyissál, akinek ugyanolyan a gondolkodásod, mint a tied, és mindenben egyet értetek, és neki minden úgy jó, ahogy neked is jó. Hanem fogad be azt, akinek vannak kérdései, akinek vannak kételjei, aki bizonytalan a hitében aki éppen azért jön ide, mert vágyódik az Isten után, de azt se tudja, hogy hol keresse. Hogy nincsen jogod kizárni senkit. Sőt, legfőképpen a hitben gyengét és erőtlent kell befogadnod. Ő az, aki igazán közösséget keres. Ő az, aki igazán az Istent keresi. Ő az, akinek igazán szüksége van a nyitottságra és a befogadásra. Aztán hogyan kell befogadni a hitben erőtlent, a hitben gyengét? Itt a magyar szövegben, a Szentírásban csak ennyit olvasunk, hogy fogad be őket. Azonban, hogyha megpróbáljuk az eredeti görög szövegnek az értelmét visszaadni, akkor itt sokkal fontosabb dologról van szó. Valahogy így lenne ezt magyarra átültetni, hogy fogad be bizalmasan a hitben gyengét és erőtlent a közösségedbe, a családodba, az otthonodba, Pálapostól arról beszél, hogy olyan bizalmat szavazzál a hitben erőtlennek, a nagyon kívülről érkezőnek, a keresőnek, hogy ő otthonra lelhessen a gyülekezetben, sőt, tovább megy az apostol ezzel, és azt is mondja, hogy az életedet osszad meg vele, legyél vele életközösségben, ahogy Jézus a tanítványokkal életközösségben volt, hogy velük együtt evett, egy helyen hajtották le a fejüket, Három éven keresztül együtt volt azzal a tizenkét apostollal. Ugyanúgy osszad meg az életedet a másik ember, és ne csak azzal, akit jól ismersz, mert gyerekkorod óta egy padban ültök a templomban, vagy együtt nőttetek fel, hanem oszd meg az életedet azzal is, akit nem is ismersz, mert lehet, hogy éppen most van itt először, vagy másodjára. Legyen meg benned ez a nyitottság, szavaz neki bizalmat, osszad meg vele az életedet. És miért fontos az, hogy mi befogadjuk, hogy te befogadd a hitben erőtlent, és ilyen nagy bizalmat adjál neki. Az apostol így mondja, ne azért, hogy a nézeteit bírágassad. Ne azért, hogy belekössél az ő gondolatmenetébe, a hitébe, a kételjeibe, hogy megmond neki a tutit, mert te sokkal jobban tudod, mert te régebb óta jársz templomba, sőt, te konfirmáltál, te tisztában vagy mindenre, és majd te megmondod neki, hogy mit meg hogyan kellene hinnie. Ne ezért! hanem ezt, ha megfordítjuk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy azért, hogy meghallgast, hogy elfogadd hogy meglásd, hogy hol tart éppen ő az Istennel való kapcsolatában, és segítsed, támogassad, bátorítsad, mert te tudsz neki abban segítséget nyújtani, hogy hogyan tud minél szorosabb kapcsolatban élni Istennel. Ezt tudod megmutatni a számára. És itt válik igazán fontos, az Emmausi tanítványoknak a története az a beszélgetés, ami Jézus és a két tanítvány között zajlik. Jézus megtehette volna azt, hogy dicsőségesen megjelenik előttük, angyalok seregével. És ez a két tanítvány biztos, hogy földre borult volna előtte, és azt mondta volna, hogy hiszek, uram. De Jézus ezt nem tette meg. Megtehette volna, hogy odarép hozzájuk, és őket dorgálni, hogy hogy lehettek ilyen hitetlenek. Hát nem látjátok, nem értek, én vagyok, az vegyétek már észre, hogy feltámadtam. Jézus ezt sem teszi meg, hanem odarép hozzájuk, és megkérdezi, miről beszélgettek. És akkor visszakérdezik, hogy hát nem hallottad, mit? Nem, nem, mi történt? Mondjátok el. És Jézus szépen végighallgatja őket. <laughs> és ha kell, akkor megáll velük éppen, ha kell, akkor tovább indulnak ezen az úton, és el tudjuk képzelni, hogy akár hosszú kilométereken keresztül csak hallgatta azt a panasz áradatot, amit elmondott neki ez a két tanítvány. És mikor befejezik, akkor kezdi el Jézus őket a Szentírás alapján tanítani, rávezetni, hogy bizony ennek így kellett történnie, És eljutunk a csúcspontig, a kenyér megtörésség, amikor felismerik. Jézusban megvolt az a türelem, az a szeretet, az az irgalom, hogy végig ment velük ezen az úton hogy végig kísérte őket, és az ő tempójukban, és aztán az ő gondolataik alapján, az ő szavaikkal Mindent elmagyarázott nekik. És így lettek aztán hívőkké. Én azt gondolom, hogy a hogyanra, illetve hogy miértre, hogy miért fogadjuk be mi azokat, akik hitben előtlenek? miért fogadjuk be azokat, akik nagyon kívül jönek, miért adjunk otthont mi mindenkinek, abban itt rejlik a válasz. Hogy odaálljunk mindenki mellé, hogy te magad oda tudjál állni a másik mellé, és tudjad őt támogatni és segíteni abban, hogy megtalálja a személyes kapcsolatot Jézus Krisztus, hogy felismerje benne az életének a megváltóját, hogy tudjál vele haladni az ő tempójában, hogy tudjad neki az ő szavai, az ő logikája alapján az evangéliumot hirdetni. Ha ezt így végig gondolod, hogy ez a feladat ahhoz, hogy elérhető legyen ez a gyülekezet, ahhoz neked kell nyitottnak és befogadónak lenned és pálapostor elmondja, hogy ezt hogyan kell csinálni, akkor nyugodtan tedd fel magadnak a kérdést, hogy hogyan viszonyulsz te az új emberekhez? Hogyan viszonyulsz azokhoz, akik lehet, hogy éppen most vannak itt először, vagy másodszor az Isten Hogyan viszonyulsz azokhoz, akik éppen tavaly konfirmáltak, vagy csak egy-két éve vannak itt a gyülekezetünkben? Ismered mindegyiket név szerint, köszöntötted őket most is az Isten előtt, beszélgettél velük, hogy vannak, hogy érzik magukat, vagy talán olyan vagy, mint az a testvérünk, aki fogta a székét és kicsit arép húzta, nehogy már olyan közelüljön az a másik. Nehogy már közösséget kellene vállalni az idegennel, azzal, aki nekem valamiért nem szimpatikus vagy taszító. Ahhoz, hogy a gyülekezetünk elérhető legyen, ahhoz, hogy te magad nyitott és befogadó legyél, ahhoz neked kell megváltoznod. Az én feladatom az, hogy erre bátorítsalak, hogy ebben példát adjak neked, hogy hogyan kell ezt csinálni. De én helyetted nem tudok megváltozni. Én helyetted nem tudok nyitott és befogadó lenni. Ez a te feladatod. Isten téged kér erre, téged bíz meg ezzel. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen először, még hogyha kicsit banális is erről beszélni, de először Jézus Krisztust kell befogadnod. Mert az a tapasztalatom, hogy mi nagyon jók vagyunk abban, hogy újra és újra beszéljünk arról, és ismételjük azt, hogy igen, az én életem ura Jézus Krisztus. És ezt nagyon jól el tudjuk mondani. De sokszor a hétköznapi életünk másról beszél. Nem engedjük mi be igazán az életünkbe Jézust. Az első és legfontosabb feladat, hogy teljesen engedd be Jézust az életedbe. Add át neki magadat. Mert csak akkor leszel képes a másik embert is befogadni. És hogyha befogadtad Jézust az életedbe, akkor jön a következő lépés, hogy helyet készítesz az életedben a másik embernek. Ami azt jelenti, hogy a helykészítéshez lehet, hogy valamit ki kell dobálnod az életedből, valamit el kell engedned. Hogy el kell engedned az előítéleteidet, el kell engedned az elvárásaidat a másikkal szemben, el kell engedned a kritikádat a másik emberrel szemben, hogy őt tudjad befogadni az életedbe. És hogy ezáltal be tudjad fogadni. A nyitottságot, a befogadást, az irgalmat, a segítséget és a támogatást, amire szüksége van a másiknak. És a harmadik lépés az, amikor eljutsz odáig, hogy meglátod, hogy nem csak a templom falain belül kell ennek működnie, sőt, az a jó, hogyha leginkább a templom falain kívül működik mindez. Amikor megtörtént a rendszerváltozás, akkor nagyon nagy hittel meg bizalommal volt mindenki, hogy most aztán elkezdenek az emberek templomba járni. És nem. Nem kezdtek el az emberek templomba járni. Nem volt akkor a fordulat, amire számítottak Magyarországon a keresztjének. Azért nem, mert az emberek nem jönnek be csak úgy a templomba. Maximum, hogy a turisták és megnézik, milyen szép nagy vissza szeretnék utalni erre a kutatásra. 73%, háromnegyede az embereknek azt mondta, azért nem jött eddig, mert senki sem hívta. Itt a feladat. Hívnot kell az embereket. Hívnot kell a többieket, hogy jöjjenek el, hogy ismerjék meg Jézus Krisztust. Mert nem fognak csak úgy maguktól betévedni a templomba. Bátorítani, hívni kell őket. Minden egyes alkalommal újra és újra. Erről szól a misszió, mert a misszió az nem valami terv, nem valami munka, amit végezni kell a keresztény embernek, hanem életforma. Az egész életem arról szól, hogy Jézus Krisztushoz hívom a másik embert. És azt tudom tanácsolni, arra tudlak bátorítani, hogy most, amikor hazamész az Isten tisztelt után, szálljál rá egy 5-10 percet, hogy üljél le az asztalhoz, egy tollal meg egy papírral, és írd össze azokat, akiket szerinted neked Jézus Krisztushoz kell hívni. Bátran írd oda a családtagjaidat, akik nincsenek itt. Bátran írd oda a barátaidat, a munkatársaidat, a szomszédaidat, azokat, akikkel egy lépcsőházban laksz, vagy akik a környezetedben vannak, akikkel naponta találkozol a boltban, vagy máshol az utcán. Csinál egy ilyen listát magadnak, és aztán imádkozzál értük, és utána pedig vedd a bátorságot, és szólítsd meg őket, és hívd el a gyülekezetbe. Mindez pedig azért, mert Isten rád bízta ezt a hatalmas feladatot. Ha te leszel nyitott és befogadó, akkor ez a gyülekezet változik nyitotta -e és befogadóvá. Ha képes vagy megváltozni, akkor a gyülekezetünk fog megváltozni. Adja Isten, hogy így lehessen. Ámen. Énekeljük a megkezdett 363-as számú dicséretünket, ennek pedig az ötödik versét, amely így kezdődik, azért hát ti hívek. édes édesatyánk, Szent a Jézus Krisztus megértéssel és türelemmel fordult az emmausi tanítványok felé. Meghallgatta őket, elfogadta a kételjeiket és a hitetlenségüket. Utána pedig rávezette őket az igazságra. Így tette őket hívőkké, így tette őket igazi tanítványokká. Látod, hogy belőlünk hiányzik ez a türelmes odafigyelés, ez a kísérés. Hiányzik az elfogadás és a befogadás. Ez a Jézusi nyitottság. Mi sokszor csak kirekeszteni tudunk, meg kritizálunk, elhúzódunk és elfordulunk. Kérünk, szent lelked által ezt változtasd meg bennünk. Formálj minket olyanná, ami ennek látni szeretnél. Formálj nyitottá és befogadóvá elérhetővé minket. Hát, hogy ezt mindannyian feladatunknak és küldetésünknek tudjuk. Nem mástól várjuk, hogy megtegye, hanem bennünket tegyél cselekvőkké. Így könyörgünk azokért, akikhez küldesz minket. Kérünk egy bátorságot, hogy tudjuk hívni a családtagjainkat, a barátainkat, a munkatársainkat, a szomszédainkat ebbe a gyülekezetbe. És ha új ember érkezik közénk, akkor ne elforduljunk tőle, hanem legyen bátorságunk megszólítani, legyen bátorságunk otthont adni a számára ne azt nézzük, hogy kicsoda és honnan jön, hanem lássuk meg benne az utánad való vágyakozást. Urunk, könyörgünk most a betegeinkért, a gyászolóinkért, mindazokért, akik szenvednek, akiket kétségek gyötrenek, akik az élet terhét roskadozva hordozzák. Te támogasd őket, gyógyítsd, vígasztad, erősítsd őket. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A csendes perc alatt hozzuk Isten elé személyes imáinkat.